Tisztelt Országgyűlés képviselőtársaim, Dudás Róbert és Tunkovics Tibor képviselőurak, a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni az innovációért és technológiáért felelős miniszternek. Miért játszik a kormány az ország energiabiztonsága mellett több ezer mátrai család életével és jövőjével címmel? Tisztelt képviselőurak, miniszter úr távolléte miatt válaszadást a Sanda Tamás államtitkár urat jogosította föl. Dudás Róbert képviselő urat illeti a szóparancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Első parlamenti felszólalásom is a mátrai erőművel volt kapcsolatos, ami az erőmű fontosságán, nemzetgazdasági, nemzetstratégiai szerepén túl abból fakad, többek között, hogy ott élek, így ismerem a Mátrában élőknek az életét, gondjait, problémáit, helyzetét, és azt is tudom, hogy a mátrai erőmű az milyen fontos szerepet játszik az ottani munkavállalóknak és a családjaiknak az életében. És akkor most szeretném nagyon röviden az elmúlt három évnek a történéseit felvázolni, sajnos vázlatosan tudom csak mindezt megtenni. Az előző német tulajdonostól három évvel ezelőtt megvette egy Mészáros Lőrinc nevű magánszemély a mátrai erőművet, egy cseh céggel karöltve, akkor 5,9 milliárd forintért. Ekkor azt mondta a magyar állam, hogy ennyi pénzért nem éri meg, ezért nem veszi meg a magyar állam. Alig telt el négy nap, kifizették a cseheket, négyszeres haszonnal szálltak ki, talán az évszázad vagy az évezred üzletét csinálták ebből a cseh cégek. Azért, mert azt mondta Mészáros, hogy a csehek be akarták zárni az erőművet, ő pedig ezt nem engedi. Ennek még később fontos szerepe lesz. Tavaly decemberben zárult le az a tranzakció, aminek keretén belül a magyar állam megvette a mátrai erőművet már nem 5,9 milliárd forintért, hanem 17,4 milliárdért, és ha minden összeget figyelembe veszünk, a feltőkésítést és más vonzatos költségeket, akkor 75 milliárd forintnál tartunk. Hát józan logikával értetetlen, hogy miért nem három évvel azelőtt vette meg az állam, és miért kellett hagyni, hogy egy tolvaj kirabolja azt. És hogy mivel magyarázta Mészáros Lőrinc, mivel magyarázta Orbán Viktor, összekevertem a két szemét. Mivel magyarázta Orbán Viktor, hogy meg kell venni a magyar államnak? Azzal magyarázta, hogy Mészáros Lőrinc be akarja zárni az erőművet. Megfenyegette a kormányt, ezt mondta 10 hónappal ezelőtt a miniszterelnök úr. De legyünk őszintén, ez mennyire életszerű. Nagyon vicces fiú ez a Lőrinc. És nem egészen egy év elteltével, most a köztársaság elnök azt mondja, hogy be kell zárni az erőművet. Államtitkár úr, a mátrai erőművet meg kell menteni, korszerűsíteni kell, mert nem csak nemzetstratégiai fontosságú cég, hanem több mint 2000 munkavállalónak a megélhetését biztosítja. Mit tesz ennek érdekében a kormány? Köszönöm szépen. Képviselő úr, a válaszra Sanda Tamás államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Tudja, kitől kell megmenteni a mátrai erőművet? Önöktől. Önöktől és a baloldali barátaiktól, mert ők azok, akik be akarják zárni ezt az erőművet, és ők azok, akik el akarják venni az ott dolgozó embereknek a munkáját. Tisztelt képviselő úr, az a kérésem, hogy értsünk egyet néhány alapvető kérdésben. Egyrészt értsünk egyet abban, hogy az erőmű jelenleg kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar villamosenergia ellátásban, hiszen a villamosenergia termelésünknek a 16%-át adja. És valóban egy fontos foglalkoztatóról van szó, egy olyan cégről, egy olyan vállalatról, amelyik sok ezer embernek biztosítja a megélhetését Magyarországon, nem csak az erőműben, hanem a kapcsolt vállalkozásokban. Ezeknek az embereknek a munkahelyét meg kell védeni, és mi meg is fogjuk védeni. Az ön baloldali barátai azok, akik folyamatosan támadják az erőművet és be akarják zárni. Beszéljen velük. Legalább egyszer legyen valami haszna annak, hogy önök teljesen megfordították a Jobbik politikáját és összeálltak a baloldallal. Legyen végre egyszer ennek valami értelme és győzze meg őket arról, hogy ne támadják folyamatosan a mátrai erőművet. Tisztelt képviselő úr, a köztársasági elnök pedig nem azt mondta, hogy be kell zárni ezt az erőművet. Azt mondta, hogy be kell fejezni a széntüzelésnek a használatát, át kell alakítani az erőművet és modernizálni kell. Mi pontosan ezt tesszük, tisztelt képviselő úr. Ha elolvasná és egyszer venné a fáradtságot, hogy megnézi a kormányzati dokumentumokat, stratégiákat, klíma és természetvédelmi akciótervet, akkor pontosan ezt találná benne, hogy mi erre az erőművre építeni szeretnénk, megőrizzük állami tulajdonban Magyarország lignit vagyonát, ne
nemzetstratégiai jelentőségének tartjuk, és ráadásul soha nem látott fejlesztéseket indítunk a térségben és az erőműnél, hogy modernizáljuk és környezetbaráttá tegyük. Köszönöm megtisztelő figyelmén. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra Dudás Róbert képviselő úré a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát államtitkár úr sosem tette magasra a lécet a válaszaival, de most ezt is sikerült leverni. Ne szórakozzanak, mert kérem, az ország energiabiztonsága mellett több mint 2000 család megélhetésével. Gondoljon bele, hogy mit érez most az a több mint 2000 munkavállaló, akinek egyébként bár ön most azt mondja, hogy meg fogják menteni, a köztársasági elnök valószínűleg nem légből kapott ötlettől vezére, vagy hírtől vezére azt mondja, hogy be fogják zárni, meg fog szűnni ez a munkahely. Ez nem játék, a Mátrai erőművet korszerűsíteni kell. Nem kellett volna hagyni, hogy 3 éven keresztül a miniszterelnök strómanja kirabolja, 5,9 milliárd helyett 75 milliárdot költenek most rá. Elköltötték azt az összes pénzt, amit az előző német tulajdonos felhalmozott annak érdekében, hogy a kötelező korszerűsítést el lehessen végezni. Amit önök most csinálnak, az hűtlen kezelés. Hűtlen kezelés az országgal szemben, hűtlen kezelés az erőművel szemben, hűtlen kezelés a Mátrai erőmű dolgozóival szemben, mindenkivel szemben. Kérem, végre kapjanak észhez, tegyenek meg mindent az erőmű megmentése érdekében, hiszen stratégiai fontosságú üzemről van szó. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszonválasz illeti meg államtitkár urat is, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Lehet ostoba hazugságokat ismételni az országgyűlésben, csak semmi értelme. Lehet álhíreket terjeszteni az országgyűlésben, lehet használni a képviselői megszólalást arra, hogy össze-vissza hülyeségeket beszéljen, csak ennek semmi értelme nincsen. Tisztelt képviselő úr, ha odafigyelt volna a válaszomra, akkor pontosan tudná, hogy arról beszéltem, hogy ezt az erőművet modernizálni szeretnénk, környezetbaráttá szeretnénk átalakítani, és a klímavédelmi szempontoknak megfelelő fejlesztéseket fogunk végrehajtani, úgy, hogy egyébként megvédjük az ott dolgozó magyar embereknek a munkahelyét. Tisztelt képviselő úr, ezt nem csak én mondom, ezt mondta a köztársasági elnök is. Azt, hogy ön hazudozik, fake newsokat gyárt, és egyébként pedig az országgyűlés és nyilvánosságát használja arra, hogy megzavarjon magyar embereket és a Mátrai erőműben dolgozó munkavállalókat, az az ön felelőssége. De ne tegye ezt, tisztelt képviselő úr! Mi átalakítjuk ezt az erőművet, és alapvetően fejlesztéseket fogunk végrehajtani. Lesz itt naperőmű, lesz kombinált gázblokk, és még hosszasan lehetne sorolni a fejlesztéseket. Képviselő úr, támogassa ezt, és ne támadja. Köszönöm megtisztelő figyelmét.